Szeged legrégebbi kulturális folyóirata idén 70 éves. A Tiszatáj szerkesztői korábban már saját maguk elkezdték a digitalizálást, ezt most az egyetemi könyvtár szakemberei fejezték be. Ha valaki Szegeden digitalizált objektumokba gondolkodik és digitalizált lapokba, akkor ha túl van a Dél-Magyarországon, már pedig még túl vagyunk a Dél-Magyarországon, akkor a második dolog, ami eszébe jut, az a Tiszatáj. Az oldalakat PDF formátumban töltötték föl, de egy program szöveggé alakította, s így sok szempont alapján lehet keresni. Kulcsszavakkal, szerzők nevére, témára, időpontokra is. A bekötött példányok ott vannak a könyvtárak és a szerkesztőség polcain, de Hász Róbert főszerkesztő szerint ez holt tőke. Nem tudom elképzelni, hogy egy mai fiatal fölmegy, és csak úgy magától leül egy évfolyam elé, és elkezd olvasni. Így viszont ezzel legalább lehetőséget biztosítunk arra, hogy kényelmesen hozzá tudjanak férni a régi Tiszatájhoz. Ilja Mihály, a lap korábbi meghatározó főszerkesztője is nagyon fontosnak tartja a digitalizálást, elsősorban történeti szempontból. Vele is erőfordult, hogy úgy emlékezett, egy szerző nem küldött kéziratot, aztán az írás ott a lapban. Általában ilyen folyóiratoknál, hogyha nem elérhetők, sok a legenda, a nyugattól kezdve végig legendák vannak. Megnézi az ember az eredet, és akkor nincs ott. Most az dolgozó szobámban ott van, és hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy tudom, így és mit írt, vagy nem tudom, Németh László mit nem adott és mit adott, akkor odaütöm. A digitális Tiszatáj mind a folyóirat honlapjáról, mind a könyvtár kontenta menüjéből elérhető.